Egyre népszerűbb az internetes vásárlás, és egyre több az Európai Unión kívülről szállított küldemény is, hogy a megrendelt áruk gyorsan és biztosan célba érjenek. Elengedhetetlen a pontos adminisztráció. A biztonságos rendeléshez nyújt segítséget a Nemzeti Adó és Vámhivatal internetes oldalának új információs felülete. Ez a NAV honlapjának bal oldalán, ezen a bevásárlókocsis ikonon érhető el, és egy kattintás után nagyon sok információt találhat az érdeklődő. Fontos például odafigyelni arra, hogy az adott terméket azt uniós, tehát Európai Unión belüli tagállamból rendelik el, hiszen ebben az esetben az unió szabályai biztosítják az áruk szabad mozgását, tehát alapvetően itt az adott termék nem kerül vámeljárás alá. Természetesen unión belüli rendelés esetén is vannak olyan termékek, amikhez speciális engedélyek vagy igazolások szükségesek, például dohánytermékek, vagy alkoholtermékek, vagy vadászfegyverek, tehát lehetne még sorolni. Ha viszont az adott terméket Európai Unión kívüli országból rendelik meg, akkor előfordulhat, hogy a rendelt áru árán felül még bizonyos közterheket is meg kell fizetni. Vámot, illetve áfát, általános forgalmi adót kell fizetni. Itt például egy fontos szabály, hogy 22 euróig vámmentesek a termékek, tehát 22 euróig nem kerül az adott termék vámeljárás alá. 22 euró és 150 euró között általános forgalmi adót kell fizetni, de vámot még nem, és 150 euró felett pedig vámtétel és általános forgalmi adó kötelezettség is keletkezik. A NAV tehát arra hívja fel a figyelmet, érdemes kiszámolni, hogy az olcsóbb külföldi terméket szállítási költséggel és közterhekkel együtt megéri-e más országokból rendelni. Erről bővebb és részletesebb információk a NAV honlapján érhetők el.